Sziasztok! Bürgés Tomi vagyok, hoztam nektek egy brutális lábaburger, amit annó Amerikában kóstoltam, és most megpróbálom rekonstruálni. Az első lépés, ha hiszitek, ha nem, hogy gyújtsátok be a grillt. A burgerben mindig van valamilyen saláta, és én most úgy gondoltam, hogy egy kis lájtos paradicsomot dobjunk be mellé, amihez szükségünk lesz egy paradicsomra, egy fej lirat. Kicsi kurva, Miki! Gyere már! Még egy kis cukorba is. Mi az? Nézd már! Köszi! Figyelj! Arról a lila hagyma! Köszi! Burger! Hamburger! Ezt csináljuk meg! Miki, ezzi! Csináljuk meg! Sziasztok! Én Burger Bandi vagyok, és arra gondoltunk, hogy itt a hajmeresztő éjszakába csináljunk egy jó kis burgert! Azért már a srácokkal egy kicsit alapoztunk. Szóval, mi sem vagyunk amúgy szárazok. Kok. Lejöttünk ide a Tisza partra, becsaptunk egy pár ittart az arcba, haverokkal, és ez nagyon jó nekünk most. Te. Arra gondoltunk, hogy egy egyszerű hambi helyet miért ne csinálnánk valami kicsit erősebbet. Bet. Elfelejtettem. Ezt a burgert, még amikor Amerikában voltam, Kaliforniában, a meleg város, a meleg helyen tanultam, aminek a neve Beba Burger. Yeah. Most kérdezhetitek azt, hogy miért Beba Burger? Hát azért, mert ez a legütősebb, legerősebb, legalkoholosabb burger, amitől bebaszol majd te! Minden burgernek az alapja az, ha jó az alap. De mi már bealapoztunk. De hogy mi kell a Beba burgerbe, azt mindjárt elmondom. Jó alapanyagokkal dolgozunk mi mindannyian. Először is összeütünk egy jó kis vörösboros almacsátnét. Rakunk bele jó minős étolajat. Egy egyszerű lépésben belerakjuk a hagymát. Mehet is bele. Bye-bye, hagyma! A hagymát a pokol tüzén egy kicsit megdíszteltük. És ez szuper nekünk amúgy. Miután ez megvolt, jöhet bele az alma. Mert minden nap egy alma az orvos távol tartja. Ez az én mondásom. Nem másé! Mehet bele az alma! Alma. Az almát hagyjuk egy kicsit megszottyadni, és hogyha az megvan, az jó! Az alma meg a fokhagyma. Mi a faszom? Az alma meg a hagyma, ne legyenek már egyedül, ketten, rakjunk bele egy kis fokhagymát! Azt még hozzáteszem, hogy... Légy szíves. És most jön egyébként ennek a meal-nek a sztárja, a dinamikus duó, show meg bors! De a Beba burger egy Beba csatni nélkül semmi nem lenne, szóval öntsük bele a kis borunkat, de előbb kóstoljuk meg! Wow! Ez finom! Finom! Jöhet egy kis savasság! Fél citromlevét belefacsarjuk. Juk, áh! És most egy kevés cukorral megbolondítom én ezt. Így. Kevéssel. Most. Hagyjuk egy kicsit redúzni, ahogy mi mondjuk. És aztán mehet is egy helyre. Most, hogy készen vagyunk egyébként a csátnival, jöhet egy kis barna sörös hagyma. Tudjuk azt, hogy a bor legjobb barátja a sör, ezért is kezdjük el most mi ezt. Hagyma bele! Ezt már ismerjük. Ismerjük, igen. Mindig azt mondom,
Kucsi, mucsi! Mert ez jó! Jó! Itt már nem szarozunk! Mehet rá a só! Mehet rá a bors! Bors! És mehet rá egy kevés rozmaring! Addig, amíg a hagyma rotyog, a kávé kotyog, addig ígyunk mi egy kicsit mi! Most fog jönni a sztár vendég, ami nem más, mint egy kis Barna Sörike. Kibontjuk és öntjük is ráfele. Határozott mozdulatokkal kutyúgatjuk mi most ezt itt, és hagyjuk, hogy ez is egy kicsit összefonnyadjon, redukálódjon, és mehet rá a tányérra. Ahogy mindig szoktam én mondani a számmal, egy kicsi ide, egy kicsi oda. Miki, hozzá már sót meg borsot a konyhában, jó? Oké, hozom. Minden oké, Bandi? Ez egy komolyan mondom, a fasz ki van ezzel a hülye fasságokkal, amit csinál, geci? Érted, hogyha nem az apja fizetné most ezt a dolgot, már elhajtottam volna a gecibe, komolyan mondom. De tényleg, komolyan. Ezt a... Megvan? Megfelel? Megvan! Jó van. Ügyes vagy, bajnok. Jó volt, bajnok. Köszi. Büszke vagy rám? Aha, büszke. Most, hogy megvagyunk mindennel, a bucik is jó felpirultak, a kedélyek meg még inkább... melegek? Rakjuk rá a minőségi marahúsból készült húspogácsáinkat a forró öntött vas lapra! Csodálatos 100% anguszból készült marahús pogácsa mehet is rá ide a forró grill lapra! Hogy sistereg a picike? Túl vagyunk az alapozáson! Meg volt a bor, a sör, és most mi hiányzik? Hát pálinkánk az nincsen, de egy kis tömény! A húsit meglocsoljuk egy kevés Jack Daniels whiskyvel! Ettől lesz a Beba Burger! Igazi bebaszós falat! A lepirított buci aljára rakunk egy kis csátnét! A buci tetejére természetesen jöhet a barna sörös kis hagymánk! Majd rá a gyönyörű húsikánkat, mert úgy a jó a hamburger, ha van benne hús is. Kész is van a Beba Burger. El is készült a fantasztikus kis Beba Burgerünk. Egy dolog van hátra, hogy megkóstoljuk ezt mi. Sapjunk bele. Mennyire jó kiadja az a gyümölcsöt. Szerintem is kurva király! Hogyha tetszett nektek ez a videó, csapassatok egy kurva nagy lájkot rá! Nem bírtam ki!